üdvözlök mindenkit, üdvözlök téged, az anyagi világban, mint az lelket. Ez alkalommal a életszemléletről, a jóga tudománya alapján, a jóga, mint életszemléletről fogunk beszélni, és ehhez fogunk kölcsön venni a Patanjalitól a Jóga Szútra ide vonatkozó részét, a jóga egyik tíz alapelvétel jelen a Niyamát, ezáltal fogunk próbálni az életszemléletről, a jogáról, a globális életszemléletről beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és szeretnék mindenkinek gratulálni a szervezőknek. Tudom, hogy tisztában vagyok vele, mi is szoktunk programokat szervezni, rendezvényeket szervezni, és tudom, hogy mennyire, majdnem azt mondtam, hogy hálátlan feladat, nem hálátlan, igenis hálás, de nagyon sokrétű tevékenység, és mindenki mindent csinál, úgyhogy tudom, hogy mennyi munka van abban benne, hogy most itt ülhetünk, és az élet fennkölt értékeiről beszélgethetünk. A jóga kifejezés jelentése, összekapcsolni, kapcsolódni. Ki a kapcsolódik a lélek a legfelsőben? A religió, religare kifejezés hasonló kifejezés, hasonló jelentéssel bíró kifejezés, ugyancsak azt jelenti a religare, a vallás gyökere, vallás kifejezés, latin gyökere, ugyancsak ezt jelenti. Ugyanakkor tisztában vagyunk van, hogy a vallás az nem cél. Hasonlóan, mint a folyó, ahogyan elvisz az óceánhoz, a jóga is egy eszköz. A jóga egy életszemélet. A jóga nem más, mint egy olyan életszemélet, amivel eljuthatunk a végcélig. Na most, hogy mi a végcél a jógában, ezen is végig fogunk ma menni. Nagyon izgalmas dolgokról fogunk hallani. Szeretnék majd néha picit Indiáról is beszélni, nincs túl sok időnk, de annál intenzívebb és tartalmasabb időt fogunk tudni együtt tölteni, és fogunk tudni együtt utazni az örökké valóság hajóján egy óra hosszán. Oké. Itt összesen 10 előírásról, szabályról beszélünk. A jáma, hát nem biztos, hogy látjuk, mint annyira, de erről fogunk beszélni. A jáma az tulajdonképpen 5 olyan alapelv, ami a társadalomhoz fűződő viszonyunkat szabályozza. A niyama pedig inkább az önmagunkra rót gyakorlás, az önmagunkra rót szabályokat jelenti. És nézzük meg az jóga, mint életszemlélet szempontjából, hogy ez mit jelent a számunkra a mindennapokban. Nyilvánvalóan, akik itt ülünk, tisztában vagyunk vele, hogy a jóga az nem csupán ászana, vagy még leegyszerűsíteni, nem csupán torna, nem csupán annyi, hogy hajlékonyak legyünk, az is természetesen, de a jóga az egy életszemlélet, amivel képesek vagyunk az életünket tökélyre vinni. A jámák közül az első a nem ártás, az ahimsa. Az életszemléletünk legyen olyan, hogy az legyen a koncepciónk, hogy minél kevesebbet ártsunk a környezetünknek, minél kevesebbet ártsunk önmagunknak. Ebben alapfeltételezés az, hogy az ember a táplálkozásában is a nem ártás elvét követi, azaz minél kisebb erőszakkal táplálkozunk. Ez nyilván a jóga világában azt jelenti, hogy húsmentesen, hogy ne okozzunk, hogy a létezésünk ne legyen oka mások vérének kiontásának. Tehát, hogy ez egy drasztikus lépésnek tűnik, hogyha nyugati féltekéről nézve a mi életszemléletünkben ez a legnagyobb váltás. Mert bele mindannyian valószínűleg 99%-unk húsevő családból születik bele, és tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb váltást igénylő lépés. És ez csupán még csak az erőszakmentesség életszemléletét jelenti. Igazság. Ugye az erőszakmentességet szanszkritul úgy mondják, hogy ahimsa, az igazság, a szatya, igazmondás. A jóga életszemléletében alapelv az igazmondás, az igazság elhallgatása, az igazság mindenáron való kimondása, ezek már részletkérdés. Lehetne belebonyolódni, hogy mondjuk egy 5 éves gyermeket
5 éves gyermeknek el kell mondani minden felnőtt problémát annak okán, hogy ez az igazság. És ha nem mondom el neki, akkor hazudok. Mert az igazság nem elmondás, hanem hazugság. Tehát ezek a kérdések, ezekben a részlegekben nem megyünk bele, mert ez nem ide tartozik. Ezek extrém, szélsőséges példák. Általánosságban a jóga, a jóga gyakorlója az erkölcsösség mesdjéjén mindig az igazság követésére, az igazság kimondására törekszik. Szabályozottság, a brahmacharya. Ez azt jelenti, hogy az ember vállaljon felelősséget a tetteiért. Konkrétan a brahmacharya az érzékszabályozása, még konkrétabban az ösztönök szabályozására, a nemi ösztönök szabályozására vonatkozik, hiszen hogyha az ember ilyen tekintetben kicsapongó életet él, az energia pazarlás. Hogy nagyjából ez azt jelenti, az életszemléletünkre vonatkozóan, hogy amikor embereket látok, akkor ne az érzékeim kielégítésének a tárgyát lássam bennük, hanem a joga alaptanítása szerint az első lépés az, hogy lélek vagyok. Én is lélek vagyok, és ő is lélek. És aki lélek, az nem arra való, hogy az én érzékeimnek a kielégítését szolgálják, hanem a lélek arra való, ha egy lelket látok, nem az kell eszembe jusson róla, hogy hogyan profitálhatok bőle, hogyan szerezhetek örömöt általuk az érzékeimnek, hanem az, ha lélek, lelket látok, őről eszembe jut a legfelső. Vagyis eszembe jut az, hogy a jóga tudománya szerint én nem más vagyok, mint szolga. Heves megyében vagyunk, itt nem messze tőlünk, az egri remete. Látod, hogy én. Akinek a sírfeliratán az van, hogy csak a teste. Ő teljes mértékben az indiai gondolkodást magáénak hallotta, és az egyik kedvenc, legismertebb regénye, és a számon is az egyik kedvenc, az Isten rabjai. Nem azt mondja, hogy Isten szolgálja, még ennél is tovább megy. A szolga az azt jelenti, hogy végül is még talán azért van valami szabadság, de azt mondja, hogy rabja. Mit jelent az, hogy rab? Rab azt jelenti, hogy teljes függőségi viszonyban van. Mint az anya a gyermekeinek a rabja. Yeah. Az azt jelenti, hogy teljes odaadást igényel. Úgyhogy a jóga életszemléleti szempontjából az érzékszabályozás azt jelenti, hogy az emberekben ne a kielégülést lássuk, hanem a szolgálati lehetőséget. Mert ezek az energiák egyébként eltékozolódnak, és sokkal magasztasabb dolgokra lehet használni. Természetesen a szabályozottság egyik módja az, hogy az ember becsületes házas életét él. Következő, a nem lopás. A nem lopás nagyon sokféleképpen értendő. Másképp értelmezi egy politikus, másképp értelmezi egy bíró, másképp értelmezi a óvodában a két gyermek, és másként értelmezi a jóga. A jóga életszemlélete szerint lopás minden, amit elveszünk a világtól, és nem a miénk. Kérdés az, hogy van-e valamink? Mink van? A földanya a miénk? Nem a miénk. Legliberálisabb esetben is a földanyát az unokáinktól kaptunk kölcsön, ezt az indián nagyfőnök mondta. Tehát a földanya nem a miénk. De még csak igazából nem is az unokáinké, hanem a földanya az valakié, a mindenhatóé, a legfelsőbbé, az univerzumé, vagy bárki másik, de nem az enyém. Éppen ezért minden, ami a földanyán van, a földanyán az tartozik, beleértve szüleim, gyermekeim, a munkahelyem, az autó, a pénzem, ez semmi sem lehet a miénk. Mert minden, az egész földgolyó, vagy a jövő nemzedéké, vagy pedig a legfelsőbb, a jóga szemléletében igazából a legfelsőbb. Tehát minden, amit elveszek, ha én ezt, mit jelent ez a gyakorlatban, a jóga életszemléletében? Ha van egy paradicsom, gyönyörű, nagyon finom paradicsomokat hozott ide valaki, fantasztikus, ilyenkor össze ezek a pici paradicsomok olyan zamatosak tudnak lenni, nem tudom, hogy ki hozta, de fantasztikus ötlet volt. És ha én azt a paradicsomot elveszem onnan, és azzal a tudattal veszem el, hogy ez a paradicsom, az én nyelvem és gyomrom kielégítését szolgálja.
és élvezem a paradicsom ízét. Ehhez kérlek szépen a jóga élet szemlélete szerint lopás. Ez már nem a nem lopás. De azért, ha rávizel, azt láthatod, hogy egy pár paradicsomot én is szoktam fogyasztani. Tehát nem arról van szó, hogy nem paradicsomevés, hanem itt dől el, a fejben dől el. Hogyha azt a paradicsomot, amikor megfogom, a misztériumot látom benne, mert a paradicsom kinőtt a földből, a fekete földből átlátszó vízzel tápláljuk, és lett belőle piros paradicsom, és ugyanabból a földből, a másik magból lett fehér répa. Ugyanabból a átlátszó vízből, ugyanabból a fekete földből. Mi ez, ha nem varázslat? Ez ugyanolyan varázslat, mint hogy Krisztus Urunk vízen járt. Ugyanolyan varázslat, mint az, hogy a nap minden nap föl kell és lenyugszik, és soha nem esik le se a föld, se a nap. Ez varázslat. Magyarul az a paradicsom, ami ott van, javaslom mindenki az előadás után egyenlő paradicsom. Az a paradicsom, ami abban a tálban van, kérlek szépen, az misztikum. Az varázslat. Még egyszer, ugyanolyan varázslat, mint a nap, a földgolyó, az, hogy élet, élnek az emberek, és tudunk beszélgetni. Az a paradicsom varázslat, és ez a varázslat, ebben a varázslatban részesülök. A legfelsőbb varázslatát, a legfelsőbb varázslatát, a legfelsőbb szeretetét fogadom el, amikor elfogyasztom. Ez már nem lopás. És ezzel persze értjük félre. Ez nem azt jelenti, hogy hát akkor lehet csinálni mindent. Pár embert lekaszabolok, ez a legfelsőbb misztériummal volt. Tehát nem. Tegyük hozzá, a jóga, azaz a hinduizmus nem írtam sohasem indult a világtörténelem során térítő háború. Tehát nem értjük félre. Ha helyén van a szívünk és az összes többit is hozzáteszünk, akkor nem fogjuk félreérteni. Ez van tehát a nem lopás a jóga életszemléletben. És ezt a paradicsom történetet áthelyettesítheted a gyerekeddel kapcsolatban. Hogyha a gyerekedet saját magadénak tulajdonítod, az a gyermek az enyém, akkor te, az már lopás. Nem, a gyermek a legfelsőbb ajándéka, azaz ő hozzátartozik, az a gyermek, vagy bárki más. Ő van a nem lopás, a jóga életszer. Nem birtoklás. Ugye ez összetartozik. A hinduizmusban, de akár a jainizmusban, és India négy vallás szülő hazája. Most hirtelen elárultam már kettőt. Hinduizmus, jainizmus, van még két vallás, ami ott született, azok pedig a... Tudjuk, mindannyian tudjuk. A kereszténység Indiában született? Nem. Ugye nem tudtunk figyelni jól a kérdésre. Tehát négy vallás Indiában született. Hinduizmus, jainizmus, jelen van a kereszténység, mondhatjuk azt, hogy nem jelenték, a százalékát tekintve nem jelentős mértékben, de így is 30 millió, azaz háromszor annyi, mint Magyarország lakói, 30 millió keresztény él Indiában. Oké, tehát hinduizmus, jainizmus, buddhizmus és a szikhizmus, valóban. Nincs még egy ország a világon, aki elmondhatná magáról azt, hogy négy vallás szülőhazája. A Jain, tessék? Szikizmus. Szikek. A nagy turbánok. Szikek jellemzője, nagy turbányok van, nagy szakállal, legalábbis a férfiaknak. Tőr, akkor tipikus alsónadrág, karterec. De most ebben menjünk bele részletesebben. Bár nehéz magamat megállítani, mert ilyenkor most legszívesebben a szikizmusról beszélnek, ha már témába került, de körben minket a téma. Nem birtoklás. A jainizmusban is, buddhizmusban is, mindegy, az indiai vallásokban ez egy alaptézis. A jainoknál olyan szélsőséges módon alaptézis, hogy azt nem tudom, hogy a mai jogban, civil jogban ezt hogy oldják meg, de ott alapfeltétel az, hogy nem birtokolhatnak semmit. Indiában a civil jog lehetőséget biztosít arra, ha van egy ilyen, mondjuk egy jóga közösség, és a jóga közösség tehát egy templom tulajdonosa, hogyha a jóga közösség építeni egy jó templomot, egy asramot, akkor a templom tulajdonosa Indiában van egy lehetőség arra, hogy az Isten tulajdonos. Úgy van bejegyezve a földhivatalnál, hogy az ingatlan tulajdonosa az Isten. És az az ember, vagy az az egyesület, aki leperkálta a pénzt hozzá,
és az izmaiból, meg a berejtékéből és a vércsepeivel felépítette. Az az ember vagy egyesület pedig csak a kezelő, az ingatlan kezelő. Amit aztán el lehet adni ezt a jogot, de tulajdonjogot az nem, az az Isten. Tehát a nem birtoklás miért fontos? Mit gondolsz, hogy amikor utazol néha a világban, elmész túrázni a bükkbe, vagy a Mátrába, vagy a Himalájába, ki tudja hova, vagy csak elmész nyaralni a Balatonra, vagy az Adriára, akkor az egyik oka, annak, hogy te ott jól érzed magad az, hogy nincsenek holmiaid. Sok minden más oka van, de az egy baromi jó érzés, hogy mindened, ami van, az egy hátizsák. Megérkezel, leteszed a hátizsákot. Nincsenek dolgaim, nincsenek gondjaim. De ha van háza, ha nincs háza, az baj. Ugye, az nehéz dolog. De ha van háza, attól nem leszek boldogabb, az is baj. De akkor mennyi mindent kell azzal csinálni? Nem azt akarom mondani, hogy adjuk el mindenünket és menjünk el a Himalájba, nem volna rossz ötlet, különben. Szerintem nem volna rossz ötlet. De nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogyha birtoklunk, az az embernek megváltoztatja a tudatát. A jóga szemléletben a birtokos az mindig ő. Ugye ezek összefüggenek. Az előbb már beszéltünk a nem lopás kapcsán ezzel, erről. Tehát a birtokos, a valódi birtokos, az a föld, vagy a valódi birtokos a legfelsőbb. És mi olyanok vagyunk, mint a király palotájában a takarítónő, vagy az ép, vagy a villanyszerelő, vagy bármi. Amikor elmegy melózni egy villanyszerelő, akkor nem gondolja azt, hogy ez a palota az enyém. Én ott csak eljöttem elvégezni a szükséges feladatot. És cserébe kapok valami pénzt. Hasonlóan. Mi is a világban elvégezzük a saját feladatainkat, a ránk rót feladatokat, és cserébe kapunk, úgy is lesz elegendő ennivalónk, úgy is meg lesz minden. Mi a természet mindenről gondoskodik. És amikor birtoklunk, ugye, hogyha nagyon érdekes, mindannyian arra vágyunk, hogy legyen sok pénzünk. Mert hogyha több pénzünk volna, akkor bizony, mit tudom én, ezt is meg tudnám csinálni, azt is, meg azt is, meg azt is. És az ember benne van a jóga életszemléletben. Benne van azon az ösvényen, a belső ösvényen, hogy eljusson önmagához. És azt mondja, hogy ó, milyen jó lenne, ha lenne sok pénze, mert akkor milyen jó volna felépíteni ilyen templomot, vagy milyen jó volna ezt csinálni, azt csinálni, abból mennyi jót tudnék csinálni. De, ha megjön a pénz, és én ahhoz a pénzhez ragaszkodok, és azt a pénzt birtoklom, egyszerűen megváltoztatja a tudatmódot. Amikor az ember megcsinál egy melót, és megkapja érte a pénzt, és itt van a zsebébe, már megváltozik a tudata. Ezt mindannyian tudjuk, és nem azt mondom, mert ha nagyon nincs pénzünk, akkor is megváltozik a tudatunk. De a lényeg az, hogy az a pénz, amit kapok, ami átfolyik a kezeink között, annak nem vagyok a tulajdonosa. Mint ahogy a királyi palota villanyszerelője sem a palota tulajdonosa. Tehát a jóga életszemléletében a nem birtoklás az valami ilyesmit jelent. Ugye ezek a világhoz való hozzáállásunkkal kapcsolatos előírások voltak. Nézzük a niyamát, tisztaság. Alapelve jogában a belső és külső tisztaság. Nem kérdés, hogyha külsőleg tisztaság van, rendezettség van, szépen harmonikus, ez visszaad a tudatunkra. Hasonlóan a belső tisztaság. A joga világában elképzelhetetlen egy jogi számára, vagy egy jogát gyakorló számára, hogy a napját ne testi tisztálkodással kezdje. Ugye először is bélürítés, aztán nyelvtisztítás, aztán fogmosás, de a legszegényebbek is Indiában. Ha más nem, sokkal nagyobb luxust megengednek maguknak, mint mi itt Európában. Milyen gyakran szoktuk cserélni a fogkefénket? Nem tudom ki milyen gyakran szokta, én bevallom, én fél évente szoktam, és sajnos a magyar átlagot képviselem. Aki igazán picit ad magára, az kicserél két havonta. Igaz, hogy akkor két havonta ennyi műanyagot hozzátesz az ökológiai lábnyomához. Nem fog annyira, az azt jelenti, hogy nem vigyáz annyira a környezetére, mint itt ez a jóga szervezés, ahol saját poharat kell használnod, nem kell ajánlott használni egész nap, egy porcelán poharat. És nem kell minden vendégnek egy műanyag poharat beledobni egy pohár víz miatt a kukába. És ahhoz, hogy egy pohárral megígyunk egy pohár vizet, utána évszázadokra való lábnyomot hagyunk magunk mögött. Tehát ez a világ így nincs rendben.
A jóga életszemlélete azt mondja, hogy tisztaság. Tisztaság azt jelenti, hogy nem használok műanyagot. Igenis, ez a jogában, jóga életszemléletben tisztaságot jelent. Szaucsan, ugye ez azt jelenti, belső-külső tisztaság. Na, Indiában a fogmosásban kérlek szépen nem sokkal profibbak, mint mi. Ugye mi, ki az, aki havonta kicseréli Európában a fogkefét? Talán egy-két reklám fogorvos elmondja ezt, de havonta fogkefét. Szerintem az egy kicsit túlzás, de hajrá, remélem van ilyen. Én bevallottam, hogy fél évente cserélem. De most Indiában a legszegényebb emberek is naponta cserélik a fogkeféjüket. Naponta! És nem hagynak ökológiai lábnyomot. Ez a jóga szemlélete. Egyszerű életmód, magas szintű gondolkodás. Ez a fő alap. Hogyan oldják ezt meg? Úgyhogy Indiában van egy különös fa, a ním fa. De nyugodtan használnak, de ugyanilyen, nagyjából olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a mi fenyők. Van itt fenyő? Hát itt a Mátra, mert nem kell gondolni, nem kell kimenni a Mátráig. Itt is van fenyő. Na, próbáld ki. Le kell törni egy ekkora, egy 20 centis galjat, ami körülbelül olyan a kisujjadnál vékonyabb, picivel, és elkezded rágni. Beteszed a szádba, mint gyerekkorban a kis ágokat néha rágcsáltad, beteszed a szádba, és elkezded rágcsálni, elkezd jönni ki a finom gyanta. Indiában a nímfának a gyantája, hasonlóan, mint a fenyő gyantája. Kérlek szépen, vírusölő, baktériumölő, gombaölő. Nem tudom, hogy mit tudnak ezek a 1-2000 forintért megvásárolható legprofibb, legjobb fogkrémek, de biztos, hogy nem tudnak ennyit. Vírus, gomba, baktériumölő, vérkeringés segítő. És kérlek szépen, szopogatod, és ahogy rágcsálod, emlékszel gyerekkorodból, az ágnak a vége így kifog. Ugye? Mindenki bólogat. Pedig egyikünk sem tegnap volt, ha jól látom, egyikünk sem tegnap volt ovis. De ugye ki? Mint egy kefe. Olyan lesz. Na most amikor olyan lesz, mint egy kefe, körülbelül 5 perc múlva tökéletesen végig tudod kenni, és van egy olyan tipikus, speciális fogkefe itt, hogy bölcsesség fogkefe. Ez 2500 forint, ilyen picik, és azon be tudsz nyúlni a bölcsesség fogad mögé is. Na ez a kis pálcika azt is tudja. Oké? Okay? És egyszer használod. Nem a szócsem a tisztaság, egyszer életben magad szintű gondolkodás. Hát nem hülye még egyszer ezt a fogkefét, amit egyszer elhasznált, és tele van bazinkkal másnap visszakenni őket. Nem. Megveszik, ha nincs városban van vasútállomáson, reggel sétálgatsz Indiában, a vasútállomáson ott meg 50 pal, 2 forintért megveszed a kis ágat. Ki megcsinálod? Le van feltételítve, vérkeringés helyrehozva. Ezt tudja a jóga. Ehhez kell egy életszemlélet. Ehhez kell egy eltökéltség, ehhez kell egy kitartás, ehhez kell egy irány. Egyszerű életmód, magas szintű gondolkodás. Ennek a fordítottja pedig itt a nyugati félteke. Magas szintű életmód és egyszerű gondolkodás. Magas szintű, nekem sokkal magasabb szintű életmód, akkor a Himalájában ücsörögök a dolgom, ez partja. Megmondom őszintén, mint ez a magas szintű, amit itten belég súlykolnak. Mi ebben a magas szintű, hogy műanyag fogkefét használunk? Ez a primitív. És a fejében mindig, amikor le akar igázni a más kultúrákat, az amerikai indiánokat, vagy amikor az indiaiakat le akarták igázni az angolok, mindig ez a mantrájuk. Primitív, barbár, pogány. Melyik a primitív? A műanyag fogkefét használó, vagy pedig az, aki minden nap új fogkefét használ, és biztos, hogy nem kell vegyszereket a szájába. Ez a szócsa, ez a tisztaság. Ez a jóga útjának a szemléletében a tisztaság, a belső tisztaság, belső-külső tisztaság. És ez a nem ártás is, ez a nem birtoklás is. Nem birtoklom a fogkefét. Ja, még a fogkefénket is bírtam, az én fogkefém, te az én fogkefémet használtad, hát meg ezen az oldalán az enyém, nem, az az enyém. Mindent elrontunk. Ezzel szemben, ha egyszerűen él az ember, akkor biztos, hogy nem fog ártani, biztos, hogy nem fog birtokolni, és biztos, hogy nem fogja tönkretenni a környezetét, legalábbis minimalizálja. Elégedettség. Milyen? A jóga életszemléletét követő elégedett. Miért elégedett? Mert harmóniát lát. Miért lát harmóniát? Mert belülről harmónia van. A kint a világ olyan, amilyen, nem tudjuk megváltoztatni.
akármi van. Ha fúj a szél, ha esik az eső, ha kánikula, nem tudjuk megváltoztatni. Lehet kimenni tüntetni, de nem tudjuk megváltoztatni. Lehet ordítani bármi, nem tudjuk megváltoztatni. Egyetlen egy dolgot tudunk megváltoztatni, a szemléletünket. Ha belül béke van, ha belül harmónia van, akkor mindenütt azt fogunk látni. Minden szemből az a harmónia fog visszasugárzódni. És a jóga élet szemléletében azért elégedett az ember, mert valóban békét lát mindenütt, valóban gondoskodást lát mindenütt. Amikor vihar jön, abban is gondoskodást lát, mert a vihar hozza az esőt, és eső nélkül nincs búza, se fenyőfa, amivel fogadmasak utána. Tehát harmónia, teljes harmóniát lát. Ezért elégedett. Aki pedig elégedett, miért elégedett még a jogi? Azért elégedett, mert nem hajtják az anyagi vágyak. Akit az anyagi vágyak hajtják, anyagi vágyak, legyen több pénze, legyen nagyobb hatalmam a munkahelyen. Tehát bármilyen anyagi vágy hajtja az embert, az mindig elégedetlen lesz. Mert az anyagi vágyak sose, beteljesedése sohasem teszi az embert elégedetté. Ugyancsak Gandhi egyik novellája, aminek a címére nem emlékszem, az arról szólt, hogy egy ügyvéd megvásárolt egy olajfestményt, és az olajfestményt, amikor felrakta az irodájába, első nap nem tudott dolgozni. Első nap az volt, hogy bement az irodájába, és akar dolgozni, és csak egy erő, így látott az előbb, fölemelte a fejét, és aj, de szép, már dolgozni kell. Milyen szép ez a festmény, amikor megszerel az ember valamit, egy új prédát, egy új érzékkielégítésünknek, egy új tárgyát. Aztán teltek, múltak a napok, de megy a munkahelyére. Milyen szép ez az én olajfestménye. Na, jó, gyere, dolg. És akkor már dolgozott. És a nap végén, amikor elment, megint. És aztán még elmúlt egy pár hét. Úgy ment be dolgozni, eszébe sütött már ez a festmény. Nem, nem érdekes. A lélek és az anyag más szubstancia. A lélek csak lelki dolgokból tud elégedettséget meríteni. Anyagi dolgokból nem. A lélek számára az anyagi dolgok olyanok, mint a partra vetett hal számára a fagyi. Vagy bármilyen játékszer, partra vetett halat, a vízhez tartozik, a vízből kell merítenie az elégedettséget. Hasonlóan nekünk a jóga ösvényén keresztül a lélekből, a spirituális dolgokból kell merítenünk az elégedettséget. Úgyhogy ezért elégedett a jógi, mert megfelelő helyen keresi az elégedettséget. Vezeklés. Yeah. Vezeklés, tapaha, szanszkritül. Ez azt jelenti, hogy az ember nem az érzékeinek a javaslatait követi. Az érzékeink azt mondja, hogy feküdjünk ki a parkba, mint ahogy én az előbb pillanatra lefeküdtem, mert valahogy ez nem volt jó az éjszakám, és odajött egy fiatal, rendes, 18 éves fiú, és odahozott egy pizzát, és odajöttem nekem. Fölkerek. Mondtam, hát én nem hajléktalan vagyok, hanem egyből láttam. És akkor annyira zavarba jött a srác, hogy aztán én tudod, egy padon feküdtem a parkba, és így csak ezt gondolom, csak ezt akár láttam. Meg a jó szándék volt. És akkor annyira zavarba jött szegény, mondom, figyelj, ha van egy úgy gondolt, hogy van egy nálamnál jobban rászorul, akkor minden, nem, ezt önnek szántam már. No. Úgyhogy, lehet, hogy el fog tegyelni 60, hogy új hajléktalan van, akkor az én vagyok. Egyébként pedig az vagyok, hajléktalan vagyok. Hát ostoba volnék, azt gondolnám, hogy van otthonom. Hol van az én otthonom itt? Hát itt töltök néhány évtizedet. Ha minden jól megy, 27 ezer napot élek itt a Földön. És aztán megyek tovább, akkor mi az én? Hol van az én tulajdonom? Semmi tulajdonom nincs. Az összes, amit mondtam, butaság, azt gondolom, hogy az enyém. Nem én vagyok. Vendég vagyok. Elmegyek nyaralni, két hétig ott vagyok, azt fogom gondolni, hogy az enyém, az a szó. Nem az enyém. Használom egy ideig. A vezeklés tehát azt jelenti, hogy az ember úgy él, hogy nem az érzékei diktálják neki. Tehát kifekszik a... Nem az van. Az érzékei mindig azt mondják, hogy feküdj ki a parkba, vagy feküdj ki a folyópartra, vagy a tengerpartra, és napszemüveg, fagy, stb. De nem. Mert az értelmünkkel tudjuk, az értelmünkkel nagyon is jól tudjuk, hogy az nem célvezető. Ha azt csináljuk, amit az érzékeink mondanak,
lustálkodni, habzsolni, stb. Ha azt csináljuk, akkor ez elégedettség faktor a nem is nulla lesz, hanem mínusz végtelen lesz. Úgyhogy a vezeklés azt jelenti, nem azt jelenti, hogy beköltözünk a himalájai barlangba, és akkor teljesen mint egy kiszáradt szivacs, hanem az azt jelenti a vezeklés, hogy kitartóan gyakorlok. Az egy fajta vezeklés, hogy az ember először vezeklés, amikor elkezdett csinálni a napidőzletet, és akkor egy kicsit itt húzódik, ott húzódik, fáj, a végén az őszintén szólva magunk között az érzékkielégítés. Amikor csinált a napkiszöknap, az olyan, az sokkal finomabb, mint a fagyi, vagy akármelyik csoki, egy napidőzlet. Úgyhogy az már utána nem vezeklés. Ha természetünké válik valami, ami az érzékek számára kényelmetlen, utána az már nem vezeklés, de egy ideig vezeklés. És itt kell az embernek kitartónak lenni, de szerencsére, amit az ember gyakorol, az a szokásává válik. Majd, hogy nem rutinjá válik, de nem tud rutinná válni, mert ha rutinná válik, akkor meg az a baj. Ha rutinná válik valami, akkor az ember azt mondja, hogy hát ez minek csinálod, ez egy szokás, ez egy külsődleges dolog, tehát ha rutinná válik. Nem. Folyamatosan, mint abban az egyszer paradicsomban, minden nap időzletben látom a misztériumot. Az ég fele fordulok. Hogy van ez az egész ég? Már lehajolok, meg kell hajolnom a világ előtt. Misztikumot látok az egész gyakorlásban. Oké, önismeret. Hogyan is lehetne bármit is tenni a világban, ha nincs megfelelő önismeret? És az a helyzet, hogy a mai világ nem arról szól, hogy önismeretet tanítsa. Gyerekeink és mi magunk is egymás után gyűjtögetjük a diplomákat, és bármilyen professzor, doktor leszel, végén, ha megkérdezek tőled azt, hogy ki vagy te, akkor még egy professzor is, hát a gondolat, de nem a gondolatai, várj csak, hát az a glória. Nem tudom, ki vagyok. Nem tudom, ki vagyok. Befejezzük az egyetemeket egy... Hát a vegyi elemek bizonyos biofizikai kombinációja, meg mit tudom én, miket mondanak az emberek. Nincs tudományos oktatás arról, hogy ki vagyok én. Az önismeret a jóga világában, a jóga szemléletében azt jelenti, hogy tanulmányozzuk a használati útmutatót ehhez az élethez. Szerencsére a védák, vagy a jóga szutra és hasonló irodalmak nem hagynak bennünket magunkra az anyagi világban való utazásunknál. Hasonlóan, mint amikor megveszel egy legegyszerűbb kis gépet, kis kütyűt, bármit, van hozzá használati útmutató. Ez a szerkezet sokkal bonyolultabb. Ha a kávédarálóhoz van egy ekkora lista, hogy mit csinálj vele, mit ne csinálj, hogyan kezeld, hogyan tisztítsd, akkor azért kikérem magam, de a kávédarálónál egy picit bonyolultabb szerkezet az emberi test. Sokkal precízebben megjöldi a dolgokat, amiket beleteszünk, mint egy kávédaráló, és nem kell hozzá elektromosság. És hogyha a kávédaráló igényeli a használati útmutatót, akkor hagyj legyen már az emberi gépezethez is egy használati útmutató, és az önismeret útján ezt a használati útmutatót, ezeket az írásokat, akik elődjeink dolgoztak ki évezredeken át, illetve vannak olyan írások is, amik alászállt, kinyilatkoztatott írások. És ezeket tanulmányozva tehetünk szert valódi önismeretre. Valódi önismeret, Atatobra Mojigyász, mondja a Véda, vagyis lélek vagyok. Elnyertem az emberi születést, eljött az ideje, hogy éljek ezzel a lehetőséggel, hogy emberként születtem meg. Ez a lehetőség pedig nem más, hogy képes vagyok tudatos lenni, képes vagyok különbséget tenni a helyes és helytelen között. Melyik a helyes fogkefe, melyik a nem helyes fogkefe? Van értelmem, képes vagyok el. És állítunk tulajdonképpen a végcélig, önátudás. Ennek ezt sokféleképpen mondják szanszkritül, az egyik az például Atmani Védana, az a teljes önátudást jelenti. Vagy az Isvara, hogy írja? Pranidhana. Isvara Pranidhana. Ez a meghódolás, nevezik szanszkritül Prapannonnak is, vagy Saranagati. Ez a meghódolás a titkok titka. Ebben rejlik. Amikor az ember... A meghódolás azt jelenti, hogy az ember elfogadja, hogy parányi. Ha van egy vihar, akkor az ember mindjárt tudja, mi az, hogy meghódolás. Jön a vihar,
A vihar erősebb nálam, meghódolok, félrehúzódok, alázattal elfogadok. Nincs más lehetőségem. És hogyha az ember végigmegy gyár a jóga ösvényén, akkor, és az önismeret útján megértette azt, hogy lélek vagyok, és megértette azt, hogy kihez tartozok, és megértette azt, hogy a jóga azt jelenti, hogy én és ő kapcsolódunk. A jóga az nem más, mint egy telefonvonal. Ugye, felhívom A-ból B-be, és a legfelsőbb elfogadása és a legfelsőbbhez való tartozás érzése az ötödik nirvana. Hogy a jóga élet szemlélete ez mind magába foglalja, és természetesen még ennél sokkal többet, ha mégis egy szóban kéne összefoglalni, hogy a jóga, mint életszemlélet mit jelent, akkor egyszerű életmód, magas szintű gondolkodás. Volt egy nagy mester a 20. század, vagy a történelem egyik legkiemelkedőbb mestere, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ő hozta be ezt a kifejezést, hogy egyszerű életmód, magas szintű gondolkodás. Minél egyszerűbb életmódra törekedni, ne bonyolítsuk a tól, és akkor az ember. Mert hogyha figyelmünket az itteni kényelemre fordítjuk, akkor nem marad figyelmünk arra, hogy a kulisszák mögötti életbe építkezzük. Ezért itt egyszerűség, és nem kell aggódni, ugye teljes elégedettség, nem kell aggódni, mert minden megtörténik, ami ennek meg kell történnie. Előző tetteimmel, előző életeimben elkövetett tetteimmel én szépen megágyaztam azoknak a dolgoknak, amik most meg fognak történni. Egy dolgot tudok most csinálni, hogy mostantól fogva csak helyes tetteket hajtok. Próbálok végrehajtani, de szerencsére ez a kiút lehetőség, hogy helyes úton járok, de ugyanakkor a Bhagavad Gita is megerősíti, hogy mint tüzet a füst, akármilyen tűz van, annak van valamilyen füstje. Elválaszthatatlan a tűz és a füst. Mint tüzet a füst, úgy borít be minden törekvést, valamilyen hiányosság, valamilyen hiba. Tehát nyilvánvalóan fogok hibázni a jövőben is. De ez nem szegi kedvem, mert az eltökéltségem az, hogy helyesen cselekedjek, helyesen gondolkodjak, helyesen lássak, helyesen viszonyuljak az emberekhez, a földanyához. Hogy összefoglalva elmondhatjuk, hogy a jóga életszemlélet az erőszakmentesség életet jelenti, a kitartást jelenti, a vezetésben benne van a kitartás is, és hogy az ember egy abszolút pozitív életszemléletre tesz szert, abszolút pozitív, amikor mindenek felett a harmóniát látja. Köszönöm szépen a figyelmet, röviden és dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani. És hogyha van valami hozzáfűzni való vagy kérdés, ezzel vagy bármivel kapcsolatban, Indiával kapcsolatban. Indiában vannak ezek a pálmalevelek. Mit lehet ezekről tudni? Mit gondolsz róluk? A pálmalevelek vannak, valóban ennek ősi hagyománya van. Amikor még nem voltak Gutenberg-féle könyvek, akkor pálmalevelek, kéziratok formájában örökítették tovább a védikus tudást. Eredendően 5000 évvel ezelőttig az ember rendelkezett az úgynevezett Shruti-dár képességgel. Shruti, hallás, dár, adomány. Első halláson képes volt megjegyezni, amit elmondtak. Mint ti. Yeah. Nem kell jegyzetelni, nem kell csinálni semmit, megjegyzi az ember. De sajnos 5000 éve igazából ez a tulajdonság elveszett az emberből. 5000 éve kezdődött a jelen korszak a Kali-yuga, amikor is a felfogó képességünk meglehetősen korlátozottá, az életünk időtartalma is korlátozottá, max. 100 évé vagy kb. 100 évére korlátozódott, és akkor vált szükségessé az a bizonyos kávéhagyaló kapcsán is említett használati útmutató, a védikus irodalom lejegyzetelése. Előtte csak szájhagyomány útján. Apáról, fiúra, anyáról, leányra, mesterről, tanítványról öröklődött tovább emberemlékezet óta. Tehát a védikus irodalom nem olyan régi, mint ami legrégebbi feljegyzések vannak, vagy mint tárgyi feljegyzések. Szájhagyomány útján emberemlékezet óta. Nem is mondok számokat, hogy mit mondanak magukról a védák, hogy ők milyen régiek.
mert ugye a védikus irodalomnak köszönhetjük a nullát, a kettes számrendszert, a tízes számrendszert, a védikus irodalom nélkül nem beszélhetnénk informatikáról, védikus irodalom beszélt a Pitagorasz tételről, Pitagorasz előtt jóval, úgyhogy ezek a, ez a védikus irodalom azt mondja önmagával kapcsolatban, hogy több száz, meg több százezer és több millió éves. Na de, vissza a pálmalevelekhez, 5000 évvel ezelőtt kezdték el lejegyzetelni. Viásza foglalta össze a védákat. Először létrehozott egy védát, azt tagolta négy fel, és elkezdte diktálni. És kinek diktálta? Ki az, aki lejegyzetelte? Ganésának. Ganésa a védák írnoka, nem ő írt, tehát ő az a titkár. Az írnok, és Viásza diktálta. Ganésa azt mondta, hogy egy feltétellel írja, fogja írni a védákat, ha folyamatosan diktálja. Ha abba hagyja, akkor ő többet nem fogja. És ezért Viásza azóta is folyamatosan diktálja a védikus tudást. És úgyhogy ezek a védák pálmalevélek, ugye szoktuk keverni a pálmalevelet a kókuszpálmával, és nézzük, látunk kókuszpálmát, a kókuszpálmának ilyen vékony kis levelei vannak, ugye van az a hosszú közepe levélnek, átrejtett a biológia órából, hogy mi a levél közepének, és akkor azon vannak ilyen vékony szálak, és az ember meglátja, hogy hát erre, ezre hogy készül a pálma levél, azt nem tudom. De használják a kókuszpálmának a levelét, mégpedig építkezésnél, azt nagyon jól össze lehet fordni, mint a kosarat. Tető, inkább falnak használják, a tetőre rizs szalmát raknak. És hanem van egy másik fajta pálma. A kókuszt igazából Indiában nem is pálmának nevezik, csak a kókuszfának. A pálma az egy másik fajta növény, ugyanúgy magas, ilyen lila, ekkora termése van, az a pálma gyümölcs, pálma termés, és annak a levele az sokkal szélesebb. És azt szokták, van egy olyan szakma, hogy megy fel a fára és szedi a leveleket, van egy olyan szakma, hogy a pálma levél feldolgozó üzem, és vannak a pálma levél írók. Mai napig vannak pálma levél író műhelyek. Szóval Gutenberg előtt ez úgy történt, hogy rendelünk ebbe a jóga központba, 60-ba 10 könyvet a Hatha jóga pratipikából. És akkor voltak emberek, és akkor azok átmásolták. És leírták pálmalevélkönyveket. Ezeket a pálmalevélkönyveket oltáron tartották. És imádták, mert a tudás imádandó. Tudás tiszteletre méltó, mert fölülről száll alá. Na, ennyit röviden a pálmalevél írás tudományára. Na most, ami pedig azt illeti, hogy mindenkinek a sorsa le van írva a pálmalevélben, ezzel kapcsolatban nem tudok személyes véleményt mondani. Elnézést, hogy ezt ilyen hosszúra sikeredet elmondom, hogy nem tudok róla nyilatkozni, mert nincsenek személyes tapasztalataim. Az biztos, hogy Indiában az asztrológia, a tradicionális ős Indiában, az asztrológia a tenyérelemzés, nem tenyérjó, nem tenyérjóslás, tenyérelemzés, az tudományos dolog a tenyérelemzés. Asztrológia, tenyérelemzés, numerológia, ezek alapműveltségnek számítottak. Olyan, mint ma a magyar nyelvtan, vagy a földrajz, az suliban alapműveltség. Tehát bárki ezekhez érted, és ez a mai napig is a vidéki Indiában az emberek együtt élnek a természettel, figyelik a holdállást. Akármelyik paraszt figyeli a holdállást, mert ahhoz igazítja az öntözést. Ugye nálunk ez egy új tudomány, a legezoterikusabb dolog, hogy a hold szerint öntözöm a növényeimet, nem tudom mi. Indiában ez alapnak számít. És aki meg nem csak ilyen átlagos szinten ért hozzá, hanem az a szakmája Indiában, egyetemen oktatják az indiai asztrológiát, a védikus asztrológiát. Ők persze pontosan meg fogják mondani, találkoztam már ilyennel, és azt mondta, hogy bármit meg tud mondani. Meg fogja mondani, persze pontosan, mikor fogok meghalni. Akarod tudni? Ugye? Mondjuk egy asztrológus persze nem mond, igaz asztrológus nem fogja elmondani. De mindent tudnak. Egy numerológus csak megkapja a születési dátumodat, abból ő egy jó numerológus, az mindent elmond. Amit elmondja, hogy hány gyereked van, meg ilyesmi. Úgyhogy amikor van ez a pálmalevél dolog, akkor ugye pár konkrét dologgal leveszik az embert a lábáról, és azt mondják, hogy tényleg, hát honnan tudja azt, hogy két gyerekem van, meg honnan tudja azt, hogy nekem, nem tudom, 1994-ben meghalt édesapám, meg nem tudom. De ami biztos, hogy mindenkinek a sorsa a védikus irodalomban le van írva. Mindenki sorsát, én is 100%-osan pontosan tudom, mert aki megszületik, az egy napon meg is hal. 25 000 napunk van.
És hogy mikor halunk meg, teljesen mindegy, hogy 7 nap múlva, vagy 70 év múlva, vagy 7 hónap múlva, mert az ennyi. Van különbség, amikor valaki 70 éves, meg 20 éves, tehát ennyi volt. A 70 év semmivel se több, mint a 20 év. Ennyi az élet. Tehát magyarul eljött az idő, hogy komolyan vegyük az emberi születést most. Mit csinálnak emberben Indiában a jogik, akik komolyan veszik az emberi születést? Leülnek, és hallgatják a védák tanítását, kérdéseket tesznek, pontosan azt, amit mi most. Ezért gratulálok ehhez ezért is gratulálok ehhez a mai szervezéshez, mert egy pillanatra Indiában érezhettük magunkat a Ganges partján, ahol megtörténtek azok a dolgok, amikről mi most tudunk beszélgetni. Ők mesélték el a bölcsek a Ganges partján azok a szavuk, hogy mi és hogyan, mit és hogyan szükséges tenni ahhoz, hogy halálunk pillanatában képesek legyünk azt a kapcsolatot, a jógát megvalósítani. Hogyan értelmezik azt, hogy 2000 után születnek olyan gyermekek Ázsiában is, Európában is, akik újra értés után és látás után már tanulnak. Nem kell nekik könyv, nem kell nekik internet, televízió, és nagyon nagy tudással rendelkeznek, és még nagyon fiatalok. Nyilvánvalóan ez lehetséges. Tehát mindig vannak olyan zsenik, vagy olyan képességű emberek, akik az előző, mindannyian először is szögezzük le, a lélekvándorlástanában mindannyian 100%-osan emlékszünk, tisztában vagyunk a korábbi életekben megszerzett tapasztalatok. Nem konkrétan a részleteket illetően, de a Bhagavad Gita ezt megerősíti, hogy a lelki ösvényen, a szellemi jog ösvényen mindaz, amit most elérek egyszer, az sohasem meg nem szűnhet. Veszteség nincs. Az, amit megértek egyszer, az sohasem nem szűnik meg. Tehát én előző életeimben megtanultam azt, hogy mit tudom én, sok mindent megtanultam, az bennem van, mint tudás. Számomra evidens dolog. Ugye, nem kell mindig mindent megtanulni. Egyszer megtanultuk, hogy alkoholistának nem jó lenni, akkor az ember tudja. Tehát azt nem kell külön elmennem alkohol elvonó kurára, hogy megtudjam, vagy nem kell alkoholistára válnom, hogy megtudjam, hogy az nem jó. Ez bennünk vannak tapasztalat formájában. Most miért nem emlékszünk előző életeinkre, konkrétan a részleteinkre? Ez a szerencsénk, hát megbolondul, nem működhetne az élet. Mutat, nem. Na nézd, az a kiskutya, ő volt az előző életedben a szomszéd, a szülőnek, az apukád volt, az a nő, az pedig volt a kisfiad. Tehát amennyiben ugye valljuk a lélekvándorlást, akkor az így van. Tehát, hogy bizony, és akkor vannak még, akik utána mennek ilyen lélekvándorlás, reinkarnációs utaztatással. Ha szükséges volna tudnom azt, hogy ki volt ez előző életed, hány életed volt? Millió és millió életed volt. Ha mindegyik születésben levő édesanyádat és édesapádat és gyerekeidet, feleségedet, egyszer feleséged volt, aztán meg a szomszédasszonyod volt, harmadjára meg a legjobb barátod volt. Szóval megbolondulnak. Ezekre a részletekre nem kell emlékeznünk. De a tapasztalatokra emlékszünk. Arra a tapasztalatra, hogyha jót tettem valakivel, az elégedettséget adott. Ha viszont kiszúrtam valakivel, az békétlenséget adott. Ezeket megtanultam. Ezek a tapasztalatok bennem vannak. És vannak olyan kiemelkedő lelkek, akik tényleg nagyon sok mindent megtanultak előző életeikben, és esetleg valamire többre emlékeznek. Úgyhogy ez lehetséges, hogy konkrétan milyen jövendelés mondja ezt, vagy milyen nem mondja ezt, nem tudom. De mint elméletileg lehetséges, hogy leszületnek olyan emberek, akik kimagasló képességgel rendelkeznek, és majd picit emelnek a világ színvonalán. De nem kell megvárnunk, mint a vegetariánus vagyok, azóta nem tudom mondani, hogy a sült galamba számba repüljön, pedig ez egy nagyon kifejező sült alma, igen. Nem kell megvárnunk, hogy a sült alma a számba repüljön. Miért? Mert nem kell arra várni, hogy megszülessen az új messiás, meg megszülessen a nem tudom kicsoda, mert ez mind kifogás számomra, hogy nekem tehát most nem kell csinálnom semmit, nyugodt lehetek, de kell. Te most, én most jöjjek ide, napüdvözlettel kezdjem, és utána olvassak utána, és igenis, mindannyian, nem azt mondom, hogy mindannyian lehetünk Jézus Krisztusok, mert egyikünk se lehet az. Jézus Krisztusban egy van. De a krisztusi utat igenis mindannyian járhatjuk. Tehát ne várjunk arra, hogy majd megszületik, és majd ők majd jobbá teszik a világot. Én most itt, 60-ban jobbá tehetem a világot. Nem kell várni azt, hogy majd ő
nekem, ó, hát én mit tudok most tenni a világért, meg ó, te különben is olyan szomszéd azt mondja, hogy csúnyán nézett rám, és nincs is értelme a világ. Nem. Én most. Ugye? A kitartás, a vezetés, ugye az, amikor kell egy pici izommunka. Amikor egyszer gyerekkoromban eldöntöttem, hogy kivágok egy fát, anyámmal már nem is konzultáltam, és akkor kivágtam egy fát a kertből, és átjött a szomszéd bácsi, hogy segítsen, és akkor elmagyaráztam nekem, hogy figyelj Zolikám, így kell hasogatni, így kell, majd baltában, így kell ütögetni, mert külön belevágsz a lábadba, és egy dolgot jegyezd meg. A munka akkortól esik jól, amikor megjelennek a homlokodon a rejtélycseppek. Be kell melegedni. Amíg nem melegedsz be, addig vezetlés. Amíg nem melegedsz be, addig sokkal könnyebb volna nekem, hogyha másik felsöpröget helyettem. De elkezdek sepregetni és bemelegszem, ahogy söprök itt, mint hogy a szívemről söpörnék le a port. De ez az elején kellemetlen megfogni azt a söpröt. Nem arra kell megfogni a söprét, hogy röpködjünk, az mások csinálják. Mi azért fogjuk meg a söprét, mert ki akarjuk takarítani a világot, de először saját házam körül söprögetek. Nem kell megvárni, ezek szülessenek meg, azok szülessenek meg, meg majd a plébános, majd elmondok neki három mi atyánk volt, meg meggyónom. Nem. Én most itt. Jogaszemlélet azt jelenti, én most itt.